átépítik a Mező utcai csomópontot. A beruházás során egyebek mellett új sávokat alakítanak ki, hogy növeljék a nyíregyházi kereszteződés áteresztő képességét. 12. Panyola Fest, zenei koncertekkel, néptánc együttesek műsorával, bábszínházzal, a helyi és megyei értékek bemutatójával, valamint pálinka versennyel várják az érdeklődőket augusztus 3. és 6. között Panyolán. Átépítik Nyíregyházán a forgalmas Mező utcai közlekedési csomópontot. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A beruházás során egyebek mellett új sávokat alakítanak ki, hogy növeljék a kereszteződés áteresztő képességét. A munkálatok elvégzése 430 millió forintba kerül, amit a kormány hazai forrásból biztosít. A beruházás alapkövét szerdán tették le. Szerda délben is óriási volt a forgalom Nyíregyházán a Mező utcai csomópontban. A kereszteződést hamarosan átépítik, új sávokat alakítanak ki, és megkönnyítik a jobbra kanyarodást a Tiszavasvári út felé. Korszerűsítik a közműhálózatot, új lámpatesteket helyeznek ki, és közvilágítási oszlopokat helyeznek át. Az előkészítő munkálatok már elkezdődtek. Közműkiváltások egy része már elvégzésre került, ezek közül kiemelném az EON hálózatnak a szinte 95%-os elkészültségét. Ezen belül áthelyezésre kerültek a közvilágítási oszlopok, a lámpatestek elhelyezésre kerültek, jelenleg a szegélyek, járdaszegélyek és ágyazatok készítése van most folyamatban. Mint minden ilyen csomópont beruházás első körben a közműkiváltásokkal indul, azt követően tud érdemben az útépítési munkálatok elkezdődni. A beruházás 430 millió forintba kerül, amit a kormány hazai forrásból biztosít. Nyíregyháza polgármestere a rendezvényen azt hangsúlyozta, a forgalmas csomópont átépítésére egyre nagyobb szükség van. Eddig is nagyon forgalmas volt a kertváros folyamatos bővülésével, de amióta a nyugati elkerülő elérte a Tiszavasvári utat, nagyon sokan járnak nyíregyháziak erre, autópályára fel vagy le, illetve hát a Legónak az újipari parkban meglévő gyára, amely most már 2000 embert foglalkoztat, és a szám várhatóan egy-két éven belül ennél sokkal nagyobb mértékben nő, indokolta azt, hogy ennek a csomópontnak az áteresztő képességét növeljük. A csomópont átépítése során mintegy 1000 köbméternyi aszfaltot használnak fel, továbbá 5200 méternyi hírközlési kábelt, és mintegy 6000 méternyi egyéb földkábelt helyeznek el. Mindenki Győző országgyűlési képviselő szerint a környező településekre is nagy hatással lesz a beruházás. A Tiszavasvári út, vagy a 36-os út, az egy egész térséget bevezet Nyíregyházára, hiszen a Tiszavasvári járás minden települése, sőt Nagycserkesz és Nyíregyháza nyugati része is ezen a főútvonalon közelíti meg a várost. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan fognak annak örülni, hogy az áteresztő képessége nő ennek az útnak, a 36-osnak a Mező utcán, hiszen itt van sávbővítés, vannak jobbra kanyarodó sávok, egy sáv itt a 36-oson, egy sáv a körúton, és egy plusz egyenes sávval is bővölni fog. A rendezvényen jelen volt Szabó István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke is, aki azt hangsúlyozta, a megye szempontjából is kiemelkedő jelentőségű Nyíregyháza fejlődése. A megyeszékhelyre nehezedő közlekedési nyomás az egyre nehezebben elviselhető, és ahhoz, hogy ezt gördülékenyen, biztonságosan le lehessen vezényelni a közlekedésben, ne legyenek fennakadások, ahhoz ilyen és hasonló közlekedési beruházásokra van szükség. Úgyhogy ez a csomópont egy nagyon fontos lépés a megyeszékhely, a fejlett megyeszékhely fejlett közlekedési infrastruktúrájának kiépítésében. A beruházás alapkőletételén elhangzott, a munkálatok nagy részét az iskola kezdésig a tervek szerint befejezik, az átadása pedig év végére várható. Vádat emeltek a nyírteleki dohánybolt kirablója ellen. A vádirat szerint a fiatal fiú 2017. február 23-án a testvérével és gyermekkorú barátnőjével több liter bort ivott meg. Mivel estére elfogyott a cigarettájuk, a barátnőjével elindult, hogy vásároljon, de csak 200 forintja volt. Amikor meglátta, hogy a helyi nemzeti dohánybolt eladója az üzlet előtt áll, elhatározta, hogy bármi áron pénzt vagy cigarettát szerez tőle.
A vádlott az üzlethelyiségbe induló nő után ment, bezárta az ajtót, majd a sértettet a fejénél fogva nekilökte a kávéfőzőgépnek. A nő a földre esett, ahol a vádlott tovább ütlegelte, végül az eladó elvesztette az eszméletét. A fiú ekkor megpróbálta feltörni a pénztárgépet, de ez nem sikerült, ezért alig 5000 forint értékű dohányáróval távozott az üzletből. A sértett a bántalmazás következtében a koponyáján súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, kitört egy foga, a bal szemére pedig megvakult. A rendőrség még aznap éjjel elfogta a vádlottat, aki azóta előzetes letartóztatásban van. Vele szemben az ügyészség börtönbüntetés kiszabását indítványozta, közölte a megyei főügyész. Egy üres, felújítás alatt álló épület gyulladt ki kedd este Nyíregyházán az Árvácska utcában. A tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. A vizsgálat szerint gyújtogatás történt, mivel gyúlékony anyagot locsoltak szét a házban. Érdekesség, hogy fél éven belül már másodszor kellett kivonulniuk a tűzoltóknak ehhez az épülethez. A rendőrség keresi a tettest vagy tetteseket. Zenei koncertekkel, néptánc együttesek műsorával, bábszínházzal, a helyi és megyei értékek bemutatójával, valamint pálinka versennyel várja az érdeklődőket augusztus 3-a és 6-a között a 12. Panyola Fest Panyolán. Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón az is elhangzott, a Nem tudom Szilvából készített Szatmári Szilva pálinka bekerült a megyei értékek közé. A Panyola Festet falunapot helyettesítő programként találta ki 2006-ban a település jelenlegi polgármestere Muhari Zoltán vezetésével egy civilekből, lelkes fiatalokból álló csapat. Kezdeményezésük sikeres volt, a fesztivál évről évre egyre több és egyre messzebbről érkező látogatót fogad, elevenítette fel a fesztivál történetét a község polgármestere. A fejlődés abban rejlik, hogy egyre több értéket mutatunk be, illetve egyre több szektorát az értékelhető eseményeknek. Értem ez alatt például idén is portaprogramok várják a vendégeket. Tehát nem csak a színpadon leszünk, és már most van egy kis színpadi részünk is, hanem kihelyezzük a faluba egy-egy programelemet. Ilyen például a Pálinka szeminárium, amely egy nagyon értékes kerekasztal beszélgetés. A kulturális programok mellett idén új elemként a helyi értékek kerülnek a rendezvény központi témájává. Panyolán kívül 10 megyei település mutathatja be saját értéktárát. Léptennyomon értékekbe bukkanunk. Akár, hogyha egy településre elmegyünk, akkor ott rengeteg olyan dolog van, amit meg kell tudni mutatnunk. Természetesen nem biztos, hogy megyei értékként lesz az megmutatva, lehet, hogy egy helyi értéktárnak a részeként, ezért nagyon fontos az, hogy mindenki éljen azzal a lehetőséggel, hogy a települési értéktárát létrehozza, és ebbe a lajstromba vegyen fel mindent, ami a helyi identitás szempontjából fontos. A térség országgyűlési képviselője arról beszélt, 2012-ben fogadta el az országgyűlés a hungarikumokról szóló törvényt. Ebben a jogszabályban egyfajta lépcsőfokokat kell bejárni, hiszen először helyi értékké kell nyilvánítani valamilyen terméket, valamilyen akár műemléket is, akár lehet az ipari műemlék is a helyi képviselőtestület döntése alapján. Majd felterjesztéssel lehet élni a megyei értéktár bizottságba, hogy mit nyilvánítsanak megyei értékké, és majd ezek közül kerülhet nagyon-nagyon szigorú rosta árán valami oda, hogy hungarikum már tudja nyilvánítani a erre illetékes bizottság. A pénteki napon néptánc együttesek lépnek fel, és ezen a napon tartják meg a pálinka szemináriumot és versenyt. A résztvevők a helyben termő Nem tudom Szilvából készített szilvalekvárról és pálinkáról értekeznek. Az eladási tendenciáink azok folyamatos növekedést mutatnak, ebbe a tendenciába beletartozott a tavalyi év is. Azt gondolom, hogy ez talán összefüggésben is van, és ez alá is van támasztva különböző országos adatokkal, hogy a minőségi pálinka fogyasztás újra, hogy mondjam, fogyasztói preferenciába került, így ebbe mi is bele tudtunk csatlakozni, és mi is tudtunk így növekedni eladási szempontból.
Szombaton templomtúra, zenés tiszaparti strandolás, értékkiállítás és kézműves vásár következik, de lesznek zenei koncertek is, gasztronómiai főzőprogram, a gyerekeket pulyasarokkal, gólyalábas bábszínházzal, a felnőtteket pedig táncházzal és betyárjátékkal várja Ferenci György és a Racka Jam, Szomjas György, illetve Cimbi és barátai. Ma este hozzák nyilvánosságra az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Minden jelentkező csak egy helyre nyerhet felvételt, mégpedig az általa megjelölt helyek közül az első olyanra, amelynél a pontszáma eléri vagy meghaladja a felvételi ponthatárt. A ponthatárokat várhatóan este 8-kor hirdetik ki. Az idei általános felsőoktatási felvételi eljárás során 105.868-an nyújtottak be érvényes jelentkezést a magyarországi felsőoktatási intézmények által meghirdetett képzések valamelyikére. Azok a felvételizők, akik jelentkezéskor megadták a mobilszámukat, még este SMS-ben értesítést is kapnak az eredményekről. A besorolási döntés, amely tartalmazza, hogy mely képzésen kezdheti meg a tanulmányait a felvételiző szeptemberben, augusztus 5-től az e-felvételi hivatalos iratok menüpontjában lesz elérhető, olvasható a felvi.hu oldalon. Igazi különlegességgel vietnámi szikaszarvasokkal gazdagodott a Nyíregyházi Állatpark gyűjteménye. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Még ebben az évben elkezdődik egy 5000 férőhelyes multifunkcionális csarnok építése Kisvárdán. Ezt is bejelentették a női kézilabda csapat szezon előtti hivatalos sajtótájékoztatóján, amelyen bemutatták a klub 9 új játékosát. Új edzővel és jelentősen átalakított kerettel kezdte el a felkészülést a Baktalórendházi futballcsapat. Illés László helyét Gebri Pál vette át a kispadon, távozott a házi gólkirály Marics Gábor, és több új játékos érkezett. A Bakta a bajnokság nyitófordulójában a Tuzsért fogadja. Igazi különlegességgel vietnámi szikaszarvasokkal gazdagodott a Nyíregyházi Állatpark gyűjteménye. Az egy bikából és három tehénből álló csapat az Európai Fajmegőrzési Program keretében került Nyíregyházára, lengyel és cseh állatkertekből. A vietnámi szikaszarvasok a természetben az 1960-as években az orvadászok és természetes élőhelyük elvesztése miatt kipusztultak. Napjainkban csak védett természetvédelmi területeken és állatkertekben fordulnak elő. A vietnámi szikaszarvas tehenek már egy ideje a Nyíregyházi Állatparkban éltek, és most egy fiatal bika érkezett hozzájuk. Ezek a különleges és ritka patások az országban csak Sóstófürdőn láthatóak. Aki vietnámi szikaszarvas szeretne látni, az sajnos már a természetben ezt nem teheti meg, viszont a Nyíregyházi Állatparkban igen. Sajnos ez a különleges alfaj már a természetben kipusztult, az 1960-as években láttak utoljára a szabad természetben ilyen patás állatot. Nagyon fontos a fajmegőrzési szerepe az állatkerteknek, éppen ezért a Nyíregyházi Állatpark is csatlakozott ennek a fajnak a koordinálásához és szaporításához. Lengyel és cseh állatkertekből érkezett egy bika és három tehén az elmúlt időszakban, és most már nagyon sikeresen összeszoktak, így remélhetőleg az állatpark is hozzájárul az alfaj fennmaradásához. A vietnámi szikaszarvasok a sűrű ajnövényzetű erdőségeket kedvelik, melyek közelében nyílt területek is találhatóak. Hajnalban és alkonyatkor a legaktívabbak. A szőrzetük színe nyáron sárgásbarna, a test két oldalán sárgás-fehér foltokkal, mely igen jó álcázást biztosít az állatoknak, amikor a ritkás erdőben legelnek. Télen, amikor ritkább a növényzet, a bunda színe szürkésbarnává válik, s a foltok színe is megfakul. Jelenleg a világon 360 egyedet tartanak zárt körülmények között, és ebben az évben már Magyarországon a Nyíregyházi Állatparkban is megtekinthetőek. Még ebben az évben elkezdődik egy 5000 férőhelyes multifunkcionális csarnok építése Kisvárdán. Ezt is bejelentették a női kézilabda csapat szezon előtti hivatalos sajtótájékoztatóján, amelyen bemutatták a klub 9 új játékosát. Mivel válogatott és válogatott szintű kézilabdázók érkeztek, a Kisvárda a tabella első felében szeretné zárni a bajnokságot.
Csak úgy, mint tavaly, egy sajtótájékoztató keretében mutatták be a kisvárdai női kézilabda csapat új játékosait. Az elmúlt szezonban a bennmaradást az utolsó fordulóban kiharcoló együttestül 9-en távoztak, helyükre 9 új játékos szerződtetett a klub. Balog Judit, Élő Beatrix, Maria Gárbuz, Tamara Georgiev, Katona Flóra, Veszna Milanovics Litre, Marincsák Nikolett, Trifa Ágnes és Trissuk Krisztina azzal a célra érkezett, hogy a tavainál jobb szereplése segítse új csapatát az NB1-ben. Nagyon jó tapasztalataim vannak, profi sportolókat sikerült igazolni, válogatott szintű játékosokat sikerült igazolnunk, teljesen tisztában vannak, miért igazolták ide, eredményesek szeretnének lenni, úgyhogy nekem meggyőződésem, hogy ebben a bajnokságban a Kisvárda sokkal nagyobb játékerőt fog képviselni, mint a tavalyi szezonban. A Kisvárda az elmúlt hét elején kezdte el a felkészülést, és a rávezető hét után már keményebb munkát végeznek a játékosok. Ez nagyon jó, hogy már egyből egy teljes kerettel tudtuk kezdeni, és úgy érzem, hogy egy nagyon profi mentalitású csapat állt így össze. Már az edzéseken is látszik, hogy hiába a nyelvi különbség, mégis egy nyelvet tudunk beszélni a kézilabdában, nem kell annyit úgymond az Eszternek is magyaráznia, és ez sokkal, nagyon megkönnyíti a munkát, hogy a jövőben is könnyebben dolgozzunk. Úgy érzem, hogy jó a csapat, ezért a hazai közönséget mindenképpen szeretnénk kiszolgálni. Valamint hát majd attól függ, hogy a többi csapat is, hogy hogyan erősített, hogy milyenek az ellenfelek, és akkor hát, ha jó a helytállást tudunk biztosítani, és egy jó közép-erős csapatot tudunk összehozni az év végére. A csapat kapusedzője, a játékosként olimpiai ezüst és bronzérmes Farkas Andrea örül annak, hogy 3 válogatott kapussal dolgozhat együtt. Trifágival 15 éves kora óta együtt dolgoztam, aztán elváltak útjaink, és az Dunaújvárosba újra összehozott minket az élet, és mindenképpen szerettünk volna Dzsukeva mellé egy másik rutinos kapust, aki adott esetben kiegészíti őt. A harmadik számú kapusunk szintén egy fiatal válogatott, ukrán válogatott lány, akibe rengeteg fantázia van, úgyhogy mondhatom azt, hogy sokkal könnyebb lesz a dolgunk, és talán nem merészség azt kijelenteni, hogy a kapusokkal nem lesz gond idén. A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy még ebben az évben elkezdődik egy 5000 férőhelyes multifunkcionális csarnok építése, amely 2019-re fejeződik be. A kisvárdai játékosok kedden a két edzés és a sajtótájékoztató mellett még egy kellemes kötelességüknek tettek eleget, átvették ugyanis azokat az autókat, amelyeket egy támogató bocsátott a rendelkezésükre. Új edzővel és jelentősen átalakított kerettel kezdte el a felkészülést a Bakta Lóránt házi futballcsapat. Illés László helyét Gebri Pál vette át a kispadon, távozott a házi gólkirály Marics Gábor, és több új játékos érkezett. A Bakta a bajnokság nyitófordulójában a Tuzsért fogadja. Az elmúlt években, sőt az elmúlt évtizedekben az állandóság jellemezte a Bakta Lóránt házi futballt. A vezetők igyekeztek helyi labdarúgókat szerepeltetni, az átigazolási időszakokban minimális volt a játékos mozgás. Ezen a nyáron másként történt, 10 év után felállt a kispadról Illés László, távozott a házi gólkirály Marics Gábor, valamint Miskolci László és a kapus Marics István. Helyükre természetesen új futballisták érkeztek. Kezdeném a Zakor Jánossal, aki 23 éves, ő Rohodi a szomszéd településen él, Nagykállóban focizott, ott szerzett 24 gólt Megye-2-ben, említhetem ezek után a Kézi Bertalant, akit már 4 éve szerettem volna, 4 éven keresztül minden évben udvaroltam idézőjelben Bercének, hogy jön ide, ő most a Megye-2-ben itt Rohodon 24 gólt lőtt, ő is ide Rohodra való, akkor igazoltuk a Pataki Gábort, ő baktai labdarúgó, ő még nem futballozott Megye-1. Osztályban, most fog. Ő Pátrohára jól jött, valamint a Borkó Józsefet, a nyírkarászi kapus, és hogy igaz, ő 30 éves, és hogy egy még fiatalabb embert említsek, egy 22 éves volt februárban, Fábri Zoltán, ő vele ezelőtt 10 perccel állapodtam meg, hogy Sényőről Baktára teszi át székhelyét. Gebri Pál az elmúlt 10 évben pályaedzőként dolgozott a csapat mellett, most már viszont a szakmai munka első számú felelőseként kezdte el a felkészülést a Baktával. Picit nehezítette, hogy a keret, ami eddig hosszú időn keresztül folyamatos volt, most jó néhány távozóval kellett számolnunk, az ő pótlásuk elég nehéz lesz, de megpróbáljuk a lehetetlent, és a srácok egyértelműen partnerek ebben. A heti 4 edzés és 1 edzőmérkőzés előtt hetes felkészülési ciklusban készülünk a bajnokságra.
A csapat legrutinosabb labdarúgója, Kozma József sokadik nyári felkészülését végzi. A középpályás bízik abban, hogy továbbra is meghatározó játékosa lesz a Baktának. Ezek a mostani melegek még jobban rányomják a bélyegét a felkészülésre, de hát igyekeztünk nem teljesen leállni, úgyhogy az egy kicsit megkönnyítette a helyzetet, de mondjuk már ilyen korban 35-6 évesen nem egyszerű, de hát próbáljuk felvenni a versenyt a fiatalokkal. A Baktaló Rendháza szombaton a nagy eseret fogadja, azon a mérkőzésen búcsúztatják Illés Lászlót és Szabó Róbertet. Azt követően a levelek a Nagykáló és az Újfehértó ellen lép pályára Gebripál együttese, amely augusztus 12-én a Tuzsért fogadja a bajnokság nyitófordulójában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Átépítik Nyíregyházán a forgalmas Mező utcai közlekedési csomópontot. A beruházás során egyebek mellett új sávokat alakítanak ki, hogy növeljék a kereszteződés áteresztő képességét. A munkálatok elvégzése 430 millió forintba kerül, amit a kormány hazai forrásból biztosít. A beruházás alapkövét szerdán tették le. Zenei koncertekkel, néptánc együttesek műsorával, Báb Színházzal, a helyi és megyei értékek bemutatójával, valamint pálinka versennyel várja az érdeklődőket augusztus 3-a és 6-a között a 12. Panyola Fest Panyolán. Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón az is elhangzott, a Nem tudom Szilvából készített Szatmári Szilva pálinka bekerült a megyei értékek közé. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 26-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb, holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap többnyire napos, mérsékelten meleg időre számíthatunk. Nyugat felől több hullámban érkezik változó nedvességtartalmú, hűvös levegő térségünkbe. Az éjjeli órákban közepesen felhős idő várható, egy-egy zápor is előfordulhat. A nyugati szél időnként megélénkül. Reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén és erősebben felhős időszakok váltakoznak. Zápor előfordulhat, a nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 fok körül alakul. Délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet. Gyengülő hidegfronti hatás van térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. Szombatig marad a mérsékelten meleg időváltozó felhőzettel, elszórtan egy-egy záporral. Vasárnaptól erőteljes melegedés kezdődik, a jövő hét első felében pedig visszatér a kánikula.